A Városi Múzeum húsvéthoz kapcsolódó játszóházi programjának első sorozatában 60 perces foglalkozásra vártak óvodás és általános iskolás gyermekcsoportokat. A résztvevők a kézműveskedést megelőzően ügyességi játékokban vettek részt, illetve csapatmunkában ismerték meg az ünnep eredetét, a hozzáfűződő népszokásokat, hiedelmeket. A bőrtel indítottunk, felidéztünk néhány bőrti játékot, mint a mancsozás, ami itt is nagyon népszerű volt, és gyerekekhez igazából közel tudom hozni, mivel a baseballhoz hasonló volt akkor régen, amivel játszottak. Különböző szokásokról, például villőzésről volt szó, zöldágjárásról, amit megemlítettünk, és hát a nagy napokon végigmentünk, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, virágvasárnapról és fehér vasárnapról is beszéltünk, illetve ehhez kapcsolódó szokásokról, például nagy pénteken a mosdásról, ami rituális jellegű volt, majd pedig a locsolkodás magáról, hogy miért is van ez és hogy hogyan zajlik. A három napon tartott foglalkozásokon összesen 240 gyermek járt a múzeumban. A folytatás a tojás szimbolikájáról, a díszítő motívumokról és jelentésükről szólt, illetve több díszítési technikát is megismerhettek a csoportok. A Késhegyi úti tagovodába járó gyermekeknek ez nem volt ismeretlen téma, foglalkoztak már többek között a tojás berzselésével. Ráraktunk mentaleveleket. Leraktunk mindenféle levelet, megfőztük a hagymahéjat, a vörös hagymahéjat, és beleraktuk a tojásokat. És ahol a levél volt, ott megmaradt a tojásnak a nyoma és az alapszíne. Azaz, na így jó lesz. A berzselés mellett a múzeumi foglalkozáson kipróbált írókázással is foglalkoztak már az óvodában, így egészen ügyesen díszítették a tojásokat a gyerekek. A múzeum második szériájában több csoportban körülbelül 60-an látogattak el az intézménybe, amelynek munkatársai már készülnek a következőre. Középiskolásoknak kívánnak majd segíteni, felkészülni az emelt szintű történelem érettségire.